Az óvodai futást 10 éve indították el, melynek célja, hogy egészségtudatosságra neveljék a gyerekeket, mondta Tajfelné Glaub Ágnes főigazgató helyettes. Azt tapasztaltuk, hogy kevesebbet mozognak, hogyan is mind tudnánk bevonni őket is, illetve a szüleiket is. Éppen egy kis szemléletformálás gyanánt indítottuk ezt annak idején útjára, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó visszhangja lett, hiszen már a 10. évét ünnepeljük, és mindig nagy számmal vagyunk. A város több intézményét, szervezetét jellemzően meg szoktuk mozgatni, az iskolából szoktak támogatók jönni, akik szintén futnak, a sportegyesület, a futóegyesület, ők is részt szoktak venni. Ez tulajdonképpen ez csak a mi szervezésünk, meghívottjaink lesznek, nem tudjuk, ez mindig egy kicsit ilyen talány. Tudomásunk szerint most a futók nem tudnak jönni, mert hogy nekik van egy sportrendezvényük, az iskola szokott itt lenni, de igazából ez csak a mi gyerekeinknek és a szüleiknek szól ez a rendezvény. A szülői közösség már évek óta elkötelezetten támogatja az intézményt. A szülők aktívan részt vesznek a különböző programokon, legyen szó akár közös foglalkozásokról, ünnepségekről, vagy az óvoda környezetének szépítéséről. Ez a közös munka nem csak a fejlődést segíti elő, hanem erősíti a családok és az óvoda közötti kapcsolatot is. Valamilyen formában támogatják a futásunkat, hiszen ez egy jótékonysági futórendezvény, vagy jelenlétükkel, vagy támogatói jegyet vásárolnak, vagy mind a kettővel. Azt nem mondom, hogy 100%-osan, de nagyon magas a részvételi arány. Ugye mindig vannak olyanok, akiknek el kell menniük, vagy nem érnek rá, de mindig megkapjuk tőlük a valamiféle támogatást, úgyhogy a szülők tényleg egy nagyon-nagyon erős bázisunk a mindenféle támogatás tekintetében. A felajánlott összeget eszközbeszerzésre, új játékok megvételére fordítják majd. Pont ez az idei évben egy nagy méretű beruházásunk lesz, ami a korábbi évek befolyt összeget teszi ki. Egy pókhálós mászó játék lesz letelepítve, már pénteken jönnek és már kezdik a telepítést, illetve két másik kisebb játék telepítése is ugyanebből az összegből. Te jár a kislány, és akkor ugye föl lehet ajánlani pár forintot, és akkor így